Na, Zsótikám, csinálunk valamit? Várjál, nem látszol. Most látszol. Én annyira csodásan ragyogtam, vagy pont annyira sötét voltam. Nagyon szép. Hát nem is tudom. Kint szép idő van, azt tudni. Jó. Hogy látszik jobban? Jó, jó lesz. Így látszik jobban. Kiváló. Nagyon jó. Jaj! Várjál. Nem fél fel a senget. Magasan ülsz. Mi csinálsz? Már benne vagy, úgyhogy. De a kis fejed benne van. Ott a feje. Szóval szombat van, sziasztok. Hello. Itt van Máté. Ott meg én. Hello. Nagyon jó. Szóval az a te... Az meg az Ádám. Ja, az meg a segge. Én vagyok. És éppen megy zabálni. Nem már le. Összejött úgy, hogy tudunk Mátéval egyet edzeni. Egy rendkívül ünnepélyes nap ez a mai, ugyanis karozni fogunk. De... Ami... Ezt mi nem gondoltuk végig szerintem. Már ezt a karozás dolgot. De mit csináljunk inkább? Ja, mindegy, jó lesz. Csak bohóckodjunk valamit? Ja, nem. Jó lesz az. A napnak az igazi érdekes része az majd később lesz, ugyanis megyünk a Dizzy Street Foodba egy olyan kihívást teljesíteni, aminek a tárgya egy hamburger. Azon. Ha én már a múltkor elbuktam Dombóváron, akkor itthon nekifutok egy másiknak. Az lesz a lényeg, hogy egy 60-40 arányú darált marha húspogácsa áradat fog minket várni, mert konkrétan 1 kilónyi hús van ebben a burgerben, és van hozzá majd még különböző sajtszósz, meg egyéb öntetek. Folyik a nyálam, akkor elnézést. Igen, és nagyon sok krumplit is adnak hozzá, és azt kell tudni, hogy annó ezt már valaki teljesítette 30 perc alatt, hogy magát a burgert megette, de a krumplit nem tudta megenni, de annyira jó fejek a kedves dizisek, hogy ők elfogadták így a kihívást, és most úgy néz ki a sztori, hogy 30 perc alatt kell megenni ezt a hamburgert, a krumplival együtt. Ott a Fanny. Szia, Fanny! Szia, Fanny! Szia! How? Sztár leszel. Tudom, hogy a videóknak jobban örülnél, de... Most két ilyen lekvárnak a videójában fog szerepelni. Jó, Fancsi még keres egy halomnalótót. 29.59 alatt kell megennünk a hambit a krumplival együtt. És akkor miénk a dicsőség a Diziben. És ha így teljesítjük, akkor ingyen fogjuk megkapni. Deszert van. Én fagyit akarok. Valami hideget, bazdmeg, leszalom, fagyit. Utána elmegyünk fagyizni. Vagy gyümölcsös fagyit. És ez lesz már a program, tehát, hogy tornázunk egyet, utána hazamegyünk erőt gyűjteni, lehet, hogy még úszni is elmegyek, bár amennyire felhős lett az idő, szerintem ez nagyon mutatta az esélyt, hogy mi is off voltuk, majd max otthon. Na, és a lényeg az, hogy este majd akkor újra elővesszük itt a csodás kameráinkat, és akkor majd visszatérünk. Elvileg ez 2 adag. Fú, 1000 éve. Főleg zöld almások. Jó, ott ez eddig olyan 400 mg koffein, jó? A javasolt adag. És a Zsolti adag. És a jóváhagyott általam. Jaj, kicsi szívem, most ne ugorj ki a helyére. Azt a kufúj, bazd meg! Ennyi vízzel jól lakom. Van csak... Aha. Nagyon finom. Good. Megérte. Hapzi. Még esküszön nincs rossz vize. Csak kicsit több így. Meg panyar. Ja. Nem rossz. Valami csigás szettel kéne kezdve, nem? Neked is gibbonkarod van, nekem is. Csak most a csigán, Körmöz Peti és a geng, gengel. Körmöz, hogy ne zavarjuk, hogy gyönyörű. Nem buzi! Most
kell ilyen szenvedős részben, ki kell lassítani ezeket. Nem kell látni azt, hogy milyen nevetséges súlyok. Igen, és óriási bemelegítő súlyok nyomjuk. Lényeg a vérbőség. A titka az egésznek a teljes abúizolátum. Ajánlom figyelmetbe az oknit. Igen, feltűnt. Az első kör, amúgy most Máté ötletét követjük. Triceps, biceps, bemelegítés, csigán föl le, vagy le föl, ahogy éppen a gyakorlat megy, és majd utána áll neki valami értelmes súllyal is dolgozni. Bár ez relatív, hogy kinek mi az értelmes. Mit csináljuk? Akarom szűkölni, amit megvalami valamit? A pálnak a tengerbe szarnak. Ebből is látszik, hogy ez nem csak egy sport, ez egy hitvallás. Zsolti letérdel, mint egy rendes katolikus. Rozé? Igen, eszenciális aminó rozé. Eszenciális rozé. Milyen nagyobb a terem van? Így van. Egy kézzel csak férfi mosdóba tudok menni hatékonyan. Súlyt még nem pakoltam így. Szóval szűk nyomás lesz az első feladatunk. Máté talán megbirkózik még ezzel a hatalmas tömeggel. Nem biztos. Hány éves? Összes. Na. Fú, bazd meg, de viszket a fülem a kurva életbe. Csak a triceps, csak a triceps. Dobáljam, mint Tari Ádám. Ne, mert nem megyünk Tari Ádám. Shots fired! Ne engedd le teljesen, mert akkor már belemegy a csöcsöt. Értel főni. Legalábbis én nem szoktam ezt engedni teljesen. Hát jó. És érzed, hogy mi az, amit Rinyó? Az, ami Durándán van. Azt Rinyó. Nyilatkozz el a gyakorlatválasztásról. Fantörpikus. Akkor jó. Akkor most már súlyt is tegyünk be. Értelmes súly, első próba. Üzensz valamit anyukádnak? Szeretlek, anyu. Jó. És nem így, hogy tudja ezt a nyomást. Bal oldalát nem veszem a súlynak, és akkor mondhatjuk, hogy 5 darab 20-as van rajta. A legszexibb szakállas naturál testépítő a világon.
Cammogom, acskó, cammog.
Egyszerűen egy sztár! Hogy nyomja? Hogy nyomja? Átmentünk oda, hogy visszamehetünk a benti kislányhoz, és akkor ott átlósan keresztbe húzunk át bicepszel egy kézzel. Igen. Ja. Jó magas. Jó az itt. Akkor menjünk oda. Budaizmus. Akárcsak ő. Nekem is el kéne menni Bencihez, mert ilyenkor sokszor csak az alkalomat érzem. Lereped az a pongó. Visszafolyik a vér a testedben. Ez tényleg vicces, hogy egyébként tehát van ez, meg van ez. És nem azért, mert ez a gyengébb karod. Van mikor az órakban? Van. Nincs. Nincs? Nincs. Meglepő. Az enyém, mert tuti van. Jó. És akkor ez megint nem is. Most lesz nincs, és mikor visszamegy oda. Honnan most eltűnik? Ja. Nagyjából. És megérkezett ide. Olyan vérkeringésed van, hogy... Ó, itt most jók a fél. Öcsém, ezt most nagyon elkaptam itt. Zsolti sokat szingli. És akkor így próbálják meg, mert hogy így látták a tévében. És akkor... Nem, az Instagramon látták. Ja igen, csak még az a baj, én ebből nem tudok annyira szabálytalanul csinálni, mert a legtöbb család úgy csinálja, és benn még koppanna a bas valahogy így. Ne bazd már. Csak téli harangszó, úgyhogy lehet drága Tóni bácsi. Terem tulajdonosan nem örülne annak, ha látta egy szép barma az eszköztára. Szerozatlan idejű szabadságom van. Ja. Nem sok az? Nem. Jó. Oké. Okay. De akkor húzzuk homlokhoz. Húzz följebb a felkarodat és egész homlokhoz. Így gondoltad? Tehát tartsd úgy végig és... Most már direkt csak, hogy basszunk ki a Zsoltal. Persze. Csak, hogy nehezebb legyen. Azaz. Mondom, hogy nem nehéz. És a zene is. Valami 70-es évekbeli Makaveli Motivation videóban lennék benne. Hát ez a zenében nem hiszem, ez Dragon Force. Majd nem tűröm a súlyt. Jó van már tesóna, én utálom a szetteket. Ez az, amikor szól a csaj, hogy mindjárt jó? Majdnem. Majdnem. Hát nem hagyjuk abba. Hát ráadálkozz össz is. Majd. Ide például az egész, ne? Na azért arra gondoltam, hogy azért ez fordított fogásnál ez azért jó lesz. Jó. Lassan kell csinálni a fölsőt is. Lassan kell csinálni majd. Ja, majdnem mint a testépítők lennénk, mi? Adjad már hülyeség. Koncentrált gyakorlat, végrehajtás, meg ilyenek. Teljes mozgástartomány, minek az? Nem, az így kell, te harcoljon! Jó, jó. Jó, még fejlődik. Szerintem ez ilyen promó ugyanús lenne. Igen, személyi edzést vállalok. Határozottan. Felárér verseny felkészít. De evőversenyen. És csak naturál levő versenyre. Nyilvánvaló. Ja, és hányt aki magad közben nem ér? Húszni. Ez az.
Te a gyakorlattal foglalkozzál, fiam! Hihetetlen. Szél robban a kar, és még magyaráz az előbb elsétáló srácok, aki már arra megy. Ez az. Teljes tartalmány itt is úgy sánta egy picit, de... Nem bírom jobban kinyújtani, baszot. Aha. Annyira feszül már a hús. Csak olyan kecikedet vagyok. Bárcsak nekem lenne ennyi mellem. Mind a kettő? Mostanában biztos többet nem szakom, mint én. Hát, csak én egykezessel szoktam. Meg ferdepadon. Lehet ezt a letolást kellett volna a harmadikra hagyni, és a fordított kell volna előtte. Még cserélhetjük. A következőben cseréljük meg. Rendben, főni. Edzünk, ugye? Azt az előbb emlegetett Sütő Richard és a horvát pálinka. Egészségetekre, testvérem! Egészségetekre! Küldjünk nekik egy selfit a telefonodról. Selfit. De ilyen pillangós selfit. Akkor forduljunk meg, mert akkor látszódunk. Pillangós selfit. Várja. Jó! Nagyon szépek vagyunk. Szeplők is van. Te még neki állsz kardiózni ilyenkor? Most miért? Hát... Tagadság van, Zsolt. Jól van, rendben.